Sziasztok, egy óriási nagy haul videót hoztam most. Körmöm hiányos, úgyhogy ne nézd, mert adja meg magát. Itt már feljött, és szerintem ennek az oka az, hogy ugye nem reszeltem meg alatta, mert ugye csak a zselé része engedte el. Úgyhogy majd vagy ma, ha még időm engedi, mert 10:30 van, és még sehol nem vagyok az ebéddel, vagy ma, vagy holnap megcsinálom újra őket, úgyhogy egy haul videót hoztam, ugye egy sminktükröt rendeltem, megkaptam e-mailbe az értesítést, hogy én azt megrendeltem, de azóta semmi, úgyhogy szerintem nincsen a termék, csak nem szóltak. Másik termékkel is jártam így, hogy nem volt már, és nem szóltak nekem róla. Nekem kellett utána érdeklődni, na most én nem fogok már utána érdeklődni, meg telefonálgatni, mert nem érdekel. Majd rendelek másik oldalról egy másmilyet, úgyhogy arra gondoltam, hogy arra még várok, de sajnos nem jött. Úgyhogy ennyi arról a dologról, és még tükör nem jött, úgyhogy nem tudom, hogy mutattam úgy, hogy nem tudom, hogy mutattam-e már ezt a szempillas spirált, vettem egyik nap volt lent dolgom az állomáson. Ez egy Essence. Hát én nem tudom. Milyen szempillas spirál, milyen a keféje. Ilyen. Ugye a másik helyet vettem, mert az már kifogyott, az egy Rimmel volt talán, és az helyett vettem. Ilyen, a külseje. Azért vettem az helyet, mert ugye mindig két szempilla spirált használok, mert akkor úgy jobban látszik a szempilla, a szempillám ugye vastagabb lesz, vagy gödörebb, nem tudom. És akkor ugye múltkor mutattam, hogy vettem ezt az Essence. Mi ez? Pirosító? Nem tudom kiejteni, úgyhogy nem is próbálom meg. Essence Cosmetic, ugye, és a 0-10-es Dolce Vita árnyalat, és múltkor nem tudtam megmutatni a videóba, ilyen barackos, világosabb, mindjárt mutatom, ilyen színe van, remélem, hogy látod, ilyen barackosabb árnyalat, nem olyan nagyon erőteljes, kicsit fényes. Úgyhogy ugye ő lenne a második termék, és akkor 0-10-es Dolce Vita árnyalat, volt még egy barnába is, aztán utána bántam, hogy nem azt hoztam el, de mindegy, majd legközelebb. Százasboltban voltam valamelyik nap, jaj, ezt nem raktam ide, még jó, hogy eszembe jutott. Százasboltban voltam megint valamelyik nap, mert ugye ráestem a WC-deszkára múltkor takarításnál, és sajnos eltört. Úgyhogy itt meg sehol nem lehet kapni WC-deszkát, max az Oceanbe, ugye az Budakalászon van, és az messze van, úgyhogy én oda nem megyek. Itt lent szokott lenni, a százasboltba szoktak hozni, és ezt is ott vettem, úgyhogy oda fogom, most nem volt, úgyhogy szóltam, és akkor majd hoznak WC-deszkát, de viszont körömkövet vettem. Az egyik az egy matrica, ami ugye mostanában nagyon nagy kedvencem lett, a piros. És vettem piros géllakot is, meg piros, mindjárt mutatom miket, és vettem egy ilyen piros színű, pirosas, aranyos ilyen körömmatricát, aminek 90 forint volt a zára, ilyen piros almás. Akkor vettem egy piros, ilyen kövekből álló csomagot, aminek 100 forint volt darabja. Ebben van mindenféle, van ilyen kör alak, van ilyen korona, kövek, ugye, ilyen díszek. Akkor vettem még egyet, közben összeragadtak, ebből a szívecskés, világosabb hologrammos, azt hiszem úgy hívják, ilyen színjátszós szívecskés követ vettem. Egy másikat lehet, hogy ez ugyanaz, nem tudom, ebbe is van szívecske, meg mindenféle kő, ilyen. Bocsánat, ha nagyon odadugom, és nagyon közel megy, és akkor vettem még egy ilyet. Úgyhogy a százas boltban nagyon megtetszett egy szabadidő nadrág,
és azt vettem meg, így nézegettem ott, hogy mi van, meg minden, és megvette ezt a szabadidő nadrágot, aminek nagyon tetszik a színe, ilyen. Hát, ha így jobban látod, ha így magam mellé teszem, két oldalán az van ráírva, hogy Roberto Gissini, talán úgy kell mondani. Nem tudom, hogy márka, nem márka, én szeretem a... Ha valami tetszik, ugye, és nem márkás, én azt is fölveszem, hogyha egyszer jól érzem magam benne, és tetszik nekem az az anyagja, meg a stílusa, meg minden, akkor én felveszem. Tehát nekem nem számít, hogy márkás legyen, vagy nem. Van hátul itt egy ilyen cipzáros zsebe, van hátul, a másik felén semmi. És akkor erről van egy ilyen húzókás ugye rész, mint a többi joggingon, vagy szabadidőnadrágon, és mondom, milyen méret, elles méret. Úgyhogy ő jött haza velem, vécélezk a helyet, de mondom, hoznak majd, és akkor lesz ilyen a szára, ugye, és ilyen plüssös, hát nem is tudom, hogy ez plüss anyag, nekem a plüss anyag az ugye az a, de az lehet, hogy az nem az, az a tedis, de ilyen plüssös anyag. Az a ted is nekem, az meg lehet, hogy szörme inkább. Ide pakolom magam mellé, vagy hova? Átdobom ide a konyha szekrényre. És akkor a H&M beleárazások voltak, és én nekem ugye le van töltve a tablettemre az applikáció, mert ugye a telefonom szervizben van, és leárazások voltak a H&M-ben, ilyen pulóverek, meg minden, és vásároltam pár dolgot, és ugye mivel kedvencem mostanság a piros, de nagyon be vagyok bolondulva érte, vettem egy ilyen kapucnis, piros színű pulcsit, amilyen dobozhatású, ugye, és ilyen kis rövid derékigérő, nézd már, és van rajta egy felirat itt az elején, és ilyen kis szörmés a kapucnia, és az ujján is olyan szörme van, fehér színű, ugye, az alján is ugyanolyan szörme van, és van rajta egy felirat. Ez anyunak nagyon tetszett, ő XL-es méret, és 1800 forint volt. Vigye meg a szállítás. Úgyhogy őt választottam. Muszáj vagyok itt dobni, elég hülyén néz ki, de nem tudom itt hova tenni, mert akkor már annyi ruha lenne, hogy nem látnál engem. Mondjuk nem mindig annyira lényeg lenne. Akkor van egy másik. Ez is XL-es, mert nem mertem megvenni a kisebbet, mert féltem, hogy ugye még nem jön rám, de hát ez pont jó, mert jól választottam. Ez ilyen Coca-Cola-s. Ilyen jeges macik vannak rajta. Ilyen passz és az új vége, ugye. Ezen nem volt címke, de be volt mind szép csomagolva, szép csomagolva, szépen csomagolva, összehajtva. Ugye. Ez egy kicsit hosszabb, így derék aláír, és nagyon tetszett. Úgyhogy ezt vettem még meg, és ugyanúgy, ugye, ha nem mondtam volna, XL-es méret. Egy picit nagy, de nem baj, mert én szerettem amúgy is az olyan lezser ruhákat. Mindig azt hittem, hogy majd idővel, hogyha idősebb leszek, akkor majd nőiesebben fogok öltözni. Veszek nőies kabátokat, ugye nadrágokat, magas sarkú cipő, nem. Ugyanúgy etőcipő, én ugyanúgy szeretem, imádom a szabadidő ruhákat, az ilyen hozzávaló pulóverekkel együtt, inkább pulcsis farmeros vagyok, és vagy szabadidő nadrágos edzőcipős, én nem szerettem az ilyen női ruhákat, én maradtam ilyen, úgyhogy mutatom a következő cuccot. Ez egy pizsama, amit a Nikinek rendeltem, Mickey Jaggereset sajnos nem kaptam, még így is nagy a méret, pedig M-eset vettem, úgyhogy lehet, hogy egy S-es elférne inkább neki, de nem akartam venni azt, mert féltem, hogy nem jó rá, ugye, a méret miatt, mert 53 kiló most. Egy ilyen, ez egy pizsama alsó,
ami elég nagy, én szerintem ez inkább egy L-es méret, mint egy M-es. Ilyen sima, ilyen szürke és ilyen, nem tudom milyen mintának hívják ezt. Van egy passzé így az alján, lehet, hogy majd egy kicsit a derekából beveszek neki, hogy jó legyen, a hosszúsága meg maradhat. Én nem szerettem, hogyha egy pizsama olyan szűk, szerintem az olyan kényelmetlen, olyan kényelmesebb az, egy picit úgy eláll az ember testétől, hogy úgy mondjam, ilyen passzé, és ugye, és az alján is van egy ilyen passzé. Akkor van egy, van a fősője, ugye, amin egy ilyen Snoopy van, ez is elég nagy szinte rám jó, pedig L-es méret, úgyhogy kicsit el vannak méretezve ott is a ruhák. Itt a Snoopy rajta, ugye, ez egy M-es méretű pizsama, és eléggé nagy, úgyhogy ha legközelebb S-eset veszek neki, ami egy picit kisebb, de szerintem ez a Snoopy rajta nagyon aranyos. Akkor van a következő, egy, ez is nagyon tetszett, ez egy ilyen feliratos, nászás, alul nem beszegett, itt egy embléma még rajta, passzé az ujján, itt is ugye egy ilyen feliratos pulóver, ami vékony, ilyen kis nyári, üvösebb időben vagy tavaszi pulóver, ami úgy szintén egy picit rövidebb, de légkér, XL-es a mérete, ez is egy picikét nagy, de mondom, szeretem az olyan nagyobb holmikat. Úgyhogy ez is a derék alá ér egy kicsit, és ilyen feliratos, önneki már nem emlékszek az árára, mert ugye azért elég sok minden összeszedtem így, hogy egy videóba rakjam bele, ami már egy hosszabb videó, ne legyen már pár perces, és akkor ugye a Pink Pandából rendeltem egy palettát, ami egy nagy paletta, és nagyon megtetszett az benne, hogy nagy, hogy sok szín van benne, és volt ajándékban hozzá egy sminkecset, és így lehetett megrendelni 31-ig, úgyhogy én megvettem ezt a palettát, ez egy Revolution paletta, mindjárt mondom a számát, hát én ezen nem látok semmilyen számot, sajnos, az van ráírva, hogy Forever Limitless Allure. Ez van ráírva, de itt van. Igaz, bocsánat. Itt van a hátulja, ilyen az eleje. A Pink Pandából rendeltem, hogyha esetleg neked tetszik és szeretnél. Már is kinyitom. Van benne egy ilyen óriási nagy tükör, ugye látod benne magadat? És akkor ilyenek a színek, van benne barna, ugye, inkább ilyen barnás színek, van benne egy pink, van benne ilyen, milyen szín ez? Bézs talán, vagy így, inkább egy aranyosabb szín, és akkor egy kicsit megszorcsoljuk, még egyébként nem néztem meg, a csomagolásban benne van, nézzük meg ezt a világosabb, de jó, ez egy ilyen, úgy látom, hogy lilásabb, nem. Ez egy ilyen barackosabb, mindjárt mutatom, és akkor ez lesz ugye a lila, de jó. És akkor legyen ez a szín, amire ugye azt mondtam barna, de inkább arany. Legyen egy matt. És akkor nem tudom, hogy látod-e, közelebb viszem, hogy jól látható legyen, vannak benne ilyen csillámos szemfestékek, ugye a közepén, meg van benne azért még egy-kettő itt alul, és akkor vannak benne matt színek is. Remélem, hogy jól látszik, nem tudom máshogy mutatni. Igen. Ez a paletta az, úgyhogy ez nekem nagyon elnyerte a tetszésemet. Azt néztem, hogy van-e benne piros, mondom, mindegy.
mert ha nincs, akkor már találtam olyan palettát, nem drágán, ugye, amiben van piros, úgyhogy azt is meg fogom majd venni. Van egy ilyen csomagolás hozzá, ugye egy ilyen műanyag tok. Én az egyik feléről levettem a matricát, és a másik felén meg nincs rajta, és akkor vissza tudom mindig helyezni, és akkor így szépen rendben el van téve. És akkor ehhez ugye volt egy ecsetkészlet, ami be van csomagolva még, ilyen csomagolásba érkezett, nem tudom, hogy milyen a minősége, itt a száma is, amit én még nem bontottam ki, direkt azért, hogy itt bontsam ki veled. Van benne, azt mondja, 2, 4, 6, 8, 10, 11 darab ecset. Igaz, hogy van nagyon sok smink ecsetem, de úgy gondoltam, hogy azt hittem, hogy ez a paletta csak ecsetkészlettel együtt van, úgyhogy azért vettem meg így, és akkor ilyen ecsetvédők vannak rajta. Van hozzá egy ilyen nagyobb ecset, ugye, ez ilyen puder felvitelhez, meg pirosítóhoz, vagy amihez ugye szeretnéd, és amire te úgy gondolod, arra használod. Én így vagyok vele. Na, mindjárt kibontom, és akkor nem fogok vele csörögni, és akkor egyenként megmutatom mindegyiket. Van hozzá egy ilyen, ha ki tudom bontani, ja, csak bele van dugva egy ilyen szemöldökfésű, és ilyen kefe van hozzá, van egy ilyen kisebb, mindjárt mutatom ezt is, van hozzá egy ilyen kisebb, ilyen tömörebb ecset, ez ide a szem sarkába olyan jó vele felvinni szempestéket, meg ugye oda kívülre is lehet. Van egy ilyen ferdecset benne, ugye ez jó szemöldökhöz is, meg alsó vízvonalhoz is, meg amire szeretnéd, ugye itt is lehet vele csinálni vonat, vagy szemöldökre, ugye ez egy ilyen ferdecset. Akkor van egy ilyen lapos ecset, ugye én ezzel szemfestéket szoktam felvinni a szememre, akkor van egy ilyen laposabb, ezzel is szemfestéket jó felvinni. És akkor az ilyen nagyobb ecseteken pedig van ilyen háló, és nincsen becsomagolva, csak az alja. Ilyen. Van egy ilyen benne. Ugye ez pirosítót, vagy ilyen kontúrt jó fölvinni. Visszatesszük rá ezeket, majd utána megoldom én ezt már, hogy ne húzzam itt az időt. Ez is ugye egy ilyen ecsetvédővel jött. Én szerintem ez alapozóhoz jó alapozót felvinni. Akkor van egy úgy szintén ilyen ecsetvédő van rajta. Remélem aztán vissza tudom tenni, mert mind ugye más méretű. Lehúzom a pulcsit, mert úgy fázik itt a dereka. Van egy ilyen, hogy ezzel pirosítót jó felvinni. Akkor van egy ilyen laposabb, ugye ezt is alapozót szoktak felvinni. Ezzel az alapossal, lapos ecsettel. Ez is ilyen fehér, és az van ráírva, hogy do color se, ez van ráírva, amúgy mindegyik ecsetre. Nem hiszem, hogy eredeti ez valami gagyi, de hát szerintem ezekkel is lehet sminkelni, attól még, hogy nem eredeti. Erre is ugyanaz van ráírva, ugye, mivel az az ecset, ez is ilyen felső vízvonalba, ha jól mondom, vagy szemhéj fölé ide. Jó. Úgyhogy ennyit lettek volna az ecsetek. Ugye 4 darab ilyen háló érkezett, mert ugye a vastag ecsetek azok így hálózva voltak.
ezt ide leteszem, ide a kamera mögé, mert nem tudom hova tenni. Még van itt két pulóver, az egyik az egy MS méret, igen, ez egy MS méretű Mickey Jaggeres pulóver, amit a Nikinek vettem, ilyen MS, passzé az alján, ugye derékig ér, passzé az ujján, Mickey Jagger nyomat van rajta, és MS méret. És akkor van egy L-es méret, ezt magamnak vettem, de lehet, hogy a Mickey lesz, ugye, itthoni pócsinak, mert ugye sajnos a pizsama nagyrá, de azt majd mondom a nadrágokból bevarrok a két gumirészből, és akkor jó lesz rá, tudja hordani, és esetleg ebbe is lehet aludni, mert jó kis meleg, L-es méretű, és ugyanolyan, mint a másik, és érdekes, hogy ez is jó rám, pedig csak L-es, úgyhogy ilyen Mickey Jaggeres ez is, elfogyott a ládából a ruha, és megmutattam az ecsetkészletet meg a sminkpalettát is, remélem, hogy nem hagytam ki semmit, remélem, hogy tetszett ez a videó, iratkozzál fel, nyomd meg a harangot, hogy ne maradj le a következő videóról sem. Köszönöm, hogy velem tartottál, szia-szia!